Tanúsítom, nem találtam senkit Balatonbogláron, aki a nyáron tömeges szexpartikat látott volna a temető kápolnában. Ja, hogy sokuknak sem foglalkozása, sem állandó lakása. Megkötött Balatunk a műkorolásai közeletek, kötöttek a kívületemető kápolnában. Megkötött a műkészetek, nem valóban. Ugyan kérem, ha a kápolna jogostól bérlője Galántai György szállást adott nekik, miközben akkor ehhez másnak? Bőséges munkát adott a rendőrségnek ezen a nyáron a poklári temetőtől meg a kápolna. Mondhatnánk persze, hogy a hír hozta őket, a világhír. Mivel hogy a Boglári temetőkápolnára már néhány nyugati úti kalauz is felhívta a figyelmet. A szabad Európa is! Egy különösen minden világának a hír haragja vezette ide azokat, akik tudatosan menekülnek a fényből a sötétbe, mert menekülnek a fényfiatalokat, akik romantikát állnak a fal is, a tizenesznek meg egy almán, ahol magasznak a fiktában úgy, a fényfős ellenek a helyi romantikát látnak, A nyugati lapok tömve vannak hasonló happeningek botrányainak a leírásával. Talaj tövesztett fiatalok, zavaros eszmék és a bűnözés találkozásából születik az a fajta zűrés, amely analista, a szabadságról szóló frázisokkal csinál ideológiát az ingyen élésnek a lumpen életformának. Tömegszerzett viszont senki sem látott a kápolnában. Igen, a határokon túlra is gondolt a Boglári tanács, a művelődési ház, a lakosság, amikor Galántai György fiatal grafikus megjelent a Tisztségházán, a szerződésre a kezében. Szóval híre megy a bűnösszelemnek. Ahogy abból nagybányai vagy Szentendrei iskola, mert Boglár is. Be is költöztek a koporsók helyére. És mint a nyugatról érkezett vendégek fordulnak a kápolnában, tudatosan. Mindenféle dolgot tudottak a bűnösszelemnek. Újra mindent megígért. Azt is, hogy rendesen a kápolnánál, azt is, hogy a kriptában nem azt is, hogy a kriptában nem fogom. Azt is, hogy nem enged minden jött, azt is, hogy nem enged minden jött, sorból, hogy megszállni, és nem adom sem az egyház egynek, újtáron, sem az egyház híveinek, sem másoknak az erkölcsi és politikai feláborodásra. Teremtésben megkökentő művészetet akartam. Megkökentő művészetet akartam.
dimenziókról. Vajon csoda ezek után, hogy az anarchizmustól az antiszemitizmusig, a nacionalizmustól a kozmopolitizmusig, a szocializmus ellenességtől, a maoizmusig minden káros nézetet képviselő név megtalálható volt a nyári szeánszokon. A nyáron három éjszakán át színházat is csinálnak. Thank you.
az mondjuk itt, tehát egy sokkal nagyobb kívánosságú zöldre. A bálintokkal, a talánszékkal, tehát mindenki ott volt. Annak a dimanció, tehát a téma csak ezt a falat tettük, akkor ez két dimanció csak a fal. Most már három dimanciókban van, vagy 20. Most vannak ilyen matematikai világok, amit azt hiszik, hogy teljesen azt mondtad, hogy sem lehet csinálni belőle. És ezek a képek mellébe talán a Szabó László, hetedik a Bibliában. Tanúsítom, nem találtam semmit. Aki a nyáron tömeg az lányok, engem ők mondta volna a temető kávolnában. Eddig többen mondták, mert ha éjjel az éjszakának megfelelő hiányos öltözetben földön is fekszik egymás két lány és fiú, az még nem tömeg szex. Már csak erre van, erre van. Igazából erre többen is. Sok éjszakáról. És mindig más lányokról és fiúkról. Olykor 15-16 évesekről. Ne rájjon neki tehát a képzelet, mert senki nem látott volna meg szexet. Legfeljebb az, hogy ugyanezek a lányok és fiúk, akik éjszakára egymás egyén hátán kérdettek a kádodában, meg a kritában, reggelente lejártak az utcai úthoz a főút mellé. És félmeztelen mosakodtak. De hát Istenem, ha meg felöltözve látták őket a forgalmas balatonparti üdülőhely lakói, akkor azt kifogásolták, hogy olyan benyomást keltenek, mint a soha nem mosdanának. Ja, hogy soknak sem foglalkozása sem állandó lakása. Meg hogy a balatonbőri hóvolásai szerepettek közöttek itt a temető rámolában, a megkövetkező művészetek elpróbálva. Ugyan kérem, ha a kápolna jogos bérlője, kalátolna jogos szállást adott neki, mi köze akkor ehhez vásárolna? Hát azért valamit csak van, nem? Mondják a tanács vezetői, akiket utóbb felháborított, hogy galátai szállást adott mindenféle kóborlogatoknak, mert hogy a környéken ezután hirtelen szakadottak a közlekedésben ütöző bőséges kiváltoztak a rendőrségnek, ez a nyáron a hodlányi töltetők, mert megállapolnak. Mivel hogy a polgári temető ápolnál már néhány nyugati útvonal az ismerik a figyelmet. Néhány nyugati. A szabad európai is. Egy különös réteg világának a hírharagai vezeti ide azokat, akik tudatosan menekülnek a fényből a sötétbe, meg azokat a nagyon fiatalokat, akik romantikát látnak abban is, ha tízen esznek meg egy almát, ha úgy alszanak a kritában, hogy fél óránként cserebelnék a helyüket, lányok, fiúk, hogy ne nyomjon annyira a kript a sok évszázados kőpadója. A színházat játszanak velük a művészek, olyan színházat, ami az obszenitásban kékségtelenül bonyolult, a politikai szimbólumokban meg raffináltan egyértelmű. Ha olyanok mondják az igét, akik már a kábítószert is kipróbálták, sőt, hoztak is magukkal cigarettába töltve. Pedig hát ezek a bolygók rendezvények, mint erdőbolygók is gyengének készítettek. Látható, honnan származik az ötlet. A nyugati lapok tömve vannak hasonló happeningek botrányainak a leírásával. Talán ezt a fiatalok, zavaros eszmény és a bűnözés találkozásából születik az a fajta zűlés, amely anarchista,
a szabadságon szóló frázisokkal csinál ideológiát az ingyen élésnek, a lumpen életformának. Tömegszegszer viszont senki sem látott a kápolnában. Mármint a falubeliek közül. Azok közül, akikkel a kápolna bérlő korábban igencsak jó kapcsolatot tartott, hiszen a falu segítette, mert akkor még felsejlette az érdemes, a méltó hírnév lehetősége. Igen, a határokon túlra is gondolt a bográri találkozó művelődési háza lakosság, amikor Galántai György fiatal grafikus megjelent a község házán szerződéssel a kezébe. Kibérhetem az egyháztól a temetődomból a kápolnát 13 évre. Az elképzelésem a következő, mondta a tanács titkának, és pompás kis tervet vázolt fel egy leendő kápolna műteremből, ahol ő dolgozik, és más művésztársai vendégek lesznek, hiszen oly csodás a panoráma, a Balatonra lejött a temető. Szóval híre megy a művészteletnek. Ahogyan volt Nagybányai vagy Szentendrei is, minden bográi is voltak. A hibai kiadványokra a propaganda alapokat engedélyeztetjük. Rendben, hogy szeretjük. Csak minden fogalmat, hogy itt van egy visszavárom a tanács segítségét. Villany kell bevezetni, az utat rendbe hozni. A tanácsvezetői meg a művelődési ház ifjú és belentőnyel semmivel sem kevésbé lelkes igazgatója minden segítséget meg is ígér, amikor átnézte a két fél Galántai és a Bóglár Katolikus Egyházközösség között mindenki szerződését. Különösen két mondatot megnyugtatva. A bérlevő köteles a bérlet idő alatt a kápolnát további pusztulástól, illetve pusztítástól megóvni, ezeket megakadályozni. Kötelezi magát arra is, hogy a kápolnában semmi olyat nem rendez, ami a hívek megkontrálkozását feltalál ki. Egész László a művelődéses házak, hogy így egészít fel ezeket a napokat. Jó szívvel fogadtuk, valamár szélvárkod az elképzelésben. A kritikát úgy érte, az nem volt fal. Csak később gondolta ki a bárfélre, az nem volt fal, ki a csontról, később gondolta ki a bárfélre, az nem volt fal. Később gondolta ki a bárfélre, az nem volt fal. Később gondolta ki a bárfélre, az nem volt fal. Később gondolta ki a bárfélre, az nem volt fal. De senki nem csapott az asztalra.
Pedig a rendőrségtől is szóltak, hogy Budapestről mint több kétes egzisztencia érkezik barátaihoz. Olyanok, akik kifejezetten keresik a tizenévesek társaságát, nem a fejük egyszerűségével. A nyári program! És nem adok, hogy sem az egyház szíveinek, sem másoknak az erkölcsi és politikai felháborodásra. Közben erre a szeszokra kész. Igen, szándékban. Amikor felkerestem budapesti műterem alkásában, ezt válaszolta a Boglár 73-ról, amelyet valójában már tovább kezdett szervezni itthon is, külföldön is, mindenféle törvényes kötökséget félrelökve. Teremtésben meghökkentő művészetet akartam. Közlés fejtegedésbe kezd holmi két elmélyítésről, meg új dimenziókról. Ám jó maga sem tagadja, hogy a külföldi szervezés már a szent megőtt, engedélyéről megőtt. Konkrét költészet, vizuális irodalom, szövegmodellum, külföldi és magyar költészet. Talántai idei több földészet, meg a vizuális irodalom, országos egyébként a Boglári Művészetért és magyar költészet a programon, amelyre szabad legkifőni. Például Budapesten, mi a Boglári temetőt, vagy ki az a hozzávetőleg 80 személy, akihez így indít áll a program? Látom, hogy valahol a Boglári művészet, ahol a következő művészet meghívott vendég. És mert hogy ő nem hívottak el kiket. Olvasni a neveket, amelyeknek egy része ott található a művészet tartóban is. Ezen az egyik pontban, hogy Magyarnek sereg olyan, aki eltessék bár rendőrhatósági figyelmeztetést kapott törvényszegéseiért, aztán Kovács Miklós foglalkozás nélküli a hétfavi börtönével, mint színes figura, Gágyor Tibor osztrák állampolgár, akinek annak idején jó oka volt szökni innen. Államunk megbocsátott neki, és íme most ide jár ingyen fotókat készíteni a kápolnában. Mondanom sem kell, hogy nem ingyen adja tovább. És politizálni persze. Vajon csoda ezt négy, amely rendszerelles szimbólumokkal tudódik össze. A nyáron három éjszakán színházat is kell. Egy ifjú néző a kápolna a színházról. Lehetünk vagy 70. A King Kong ment. A Halász Péter volt a nagy majom nemi szerve, és ott aztán minden a vajon miféle művész? Vajon lehet ez a tesz? 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 Szorosan csak úgy jelképesen. És volt egy nagy háló. Van pörgött művész, másik felolvó. Schmidt féleképp hát értett ezt nem politikailag? Szimbolikus volt persze. Botrányos volt el az idei nyár a Boglári temetőzom körül. Spán, üzenési ház vezetője, ez a Tamás, most már minden támogatást közösség már nem
nem kell szégyelnünk, hogy a szocialista állam nevébe tiltunk, ha társadalom ellenes magatartást látunk. Azt mondják, hogy a művész barátai, a lapok több grafikáját közölték már. Értem, ezt szeretem. Most már valóban nem akarod másra felsz, nem akarod se nem akarod felsz. Le is mondta a kápolnát, a bérlet. Nem azért, nem azért, nem azért, nem azért, nem azért, nem azért, nem azért. Nem azért. Én volni, az én az előz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 
Köszönöm még egyszer, hogy eljöttem. Egészségedre.